a Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai felújításáról szóló kivitelezési szerződést írja alá Pintér Szilárd polgármester és Király Szabolcs, az intézmény felújítását végző vállalkozó. A városvezetés ugyanis a terület és településfejlesztési operatív program pályázatán nyert 200 millió forintot. Remélem, hogy a közeljövőben József Attila Általános Iskolának az energetikai korszerűsítése megkezdődhet. 2018-ban egy topos pályázatot adott be még az előző városvezetés. Sajnos ez a pályázat tartalék listára került, elutasítás sorsára nem. Ez teremtette meg annak a lehetőségét, hogy tavaly évben újból visszahúztuk az élők sorába ezt a pályázatot, és közel 200 millió forintot nyertünk felújításra. Nyilván ez az összeg ma már elkopott, hiszen 2018-as árakon 2021-22-ben nem kíván már senki dolgozni. Azon túlmenően, hogy az építőiparban emelkedtek az árak és a munkadíjak is, még nagyon fontos, hogy az előzőkben megszokott rossz műszaki előkészítés történt meg. Nyilván remélem, hogy ez a 140 millió forint, amellyel ma a nyertes pályázóval aláírom a szerződést, előkerül valahonnan, és itt nyilván alapvetően megyei és kormányzati forrásokra gondolok. Hiszem és remélem, hogy jövőre ilyenkor már el tudom mesélni, hogy nagy küzdelem volt, de elkészült az energetikai felújítása József Attila Általános Iskolának. 334 millió forint, 186 millió forintunk van, és nyilván itt mondtam, hogy a 140 millió forrás hiánynak a keresésébe fogok belekezdeni, és remélem, hogy jó utat választok, és el tud készülni ez a beruházás. A tervek szerint az intézmény felújítása megközelítőleg 4-5 hónapot vesz majd igénybe. A kivitelező szerint a munkálatoknak köszönhetően a későbbi fenntartási költség jelentősen csökken majd. Az épületen jelentős mértékű energetikai fejlesztések fognak lezajlani. Ez egy napelemes rendszer kiépítése, a tornacsarnok és a hozzá kötődő lapostető szigetelések cseréje. Az épület homlokzati hőszigetelése és a homlokzati nyílászáró cserék kerülnek kialakításra. Az épületen belül energetikai oldalról szabályozható fűtési rendszer kerül kialakításra, úgyhogy ezután nem kifelé fűtünk, hanem megmarad az energia az osztályokban, és a kötelező jogszabálynak megfelelően egy akadálymentesítési rész kerül kialakításra. Az általános iskola igazgatója azt mondja, már hosszú évek óta nem történt felújítás az iskolában. Természetesen nagyon örülünk mindenféle fejlesztésnek és újításnak, ami az intézményt érinti. 2005-ben volt utoljára felújítása az intézményben, akkor egy ropos pályázat keretében infrastrukturális fejlesztések történtek. Hát azóta eltelt 10 sok év, és azóta az iskolának az állaga a napi több közel 600 használó miatt igencsak megromlott, úgyhogy van mit felújítani. Mi tanárok szakmailag igyekszünk magunkat mindig megújítani és fejleszteni, de ahhoz, hogy egy jó környezetet tudjunk a tanulóinknak biztosítani, ahhoz mindenképpen kell egy háttérkörnyezet, egy megfelelő, biztonságos, mindenki számára egészséges és szép környezet. Ez egy több település, ellátó oktatási intézmény környékből több településre járnak oda. Nyilván a belvárosira ugyanez igaz. De talán ez az az intézményünk, amely energetikai a legrosszabb állapotban van. Sajnos a nyílászárók már kopottak, ütöttek, nem hőszigeteltek, fanyilázárok vannak, a fűtés szabályozhatatlan, tehát vagy meleg van, vagy hideg van, tehát azt mondom, mindenféleképpen ez nagy előrelépés lesz, és nyilván egy impozáns külsővel bíró általános iskolát szeretnénk új Dombóváron.